Varga Csaba rendőrfőtörzsőrmester, Bagi körzeti megbízott, iskolarendőr. 7 általános iskolával tartja a kapcsolatot, őt tájékoztatják, ha bármilyen törvénysértés történt, ami szerencsére nem jellemző. Bűnmegelőzési, közlekedésbiztonsági előadásokat is tart az oktatási intézményekben. A minap Kartalon a Könyves Kálmán általános iskolába járt, hogy elmagyarázza a diákoknak, ne váljanak sem áldozattá, sem bűnelkövetővé. 2013. július 1-től új büntető törvénykönyv lépett hatályba. Ami azt foglalja magába, hogy nem csak a 14 év fölötti személyek, akik bűncselekményt, egyéb jogsértő cselekményt követnek el, ők büntetendők, hanem bizonyos bűncselekmények esetén a 12 éves kortól szabályozzák a büntethetőséget. Mint korábban már minden egyes előadásomon elmondtam, hogy az iskola rendőröket 2008-tól a rendőrség keretén belül szabályozzák, ugyanis minden egyes általános iskolának meghatároztak, hogy legyen iskola rendőre. Erre azért volt szükség, hogy egyrészt a reggeli iskolába való jöveteleteket ellenőrizzék, a gyalogátkelő helyeken biztosítsák azt, hogy ti épségben biztonságosan be tudjatok érkezni az iskolába, illetőleg az iskola rendőre úgymond a helyi rendőri szerv és az iskolátok tanáraitok, diákok és a pedagógus közötti kapcsolattartó is egyben. Tehát bármilyen jellegű probléma felmerül, vagy veletek, vagy az iskolátokban, azt mindegyiket az iskola rendőr felé kell jelezni, ő pedig majd megteszi a szükséges lépéseket. Jelenleg a Gödöllői Rendőrkapitányság minden egyes általános iskolájában, illetőleg szakközépiskolájának megvan a maga iskola rendőre. Én ugye jelenleg a ti iskolátokban, a Kartali Könyves Kálmán általános iskolának vagyok az iskola rendőre, illetőleg egyéb más általános iskoláknak. Úgyhogy e célból is jöttem hozzátok, hogy bűnmegelőzési szempontból felvilágosítsalak titeket. Fontos azt megjegyeznem, hogy abból a célból, hogy ti ne váljatok esetlegesen bűncselekmény, vagy egyéb jogsértő cselekmény áldozatává vagy sértettévé, el fogom majd nektek mondani, hogy milyen cselekményeknek kell ahhoz megvalósulnia, illetőleg mit, hogyan tegyetek, vagy ne tegyetek, annak érdekében, hogy áldozattá sértetnél ne váljatok. Ami még rosszabb, hogy ti ne kövessetek-e jogsértő cselekményt, vagy akár bűncselekményt is. Első körben vizsgáljuk meg akkor azt, hogy mi kell ahhoz, hogy ne váljatok áldozattával sértetté. Ki hallott már erről, hogy áldozattával sértetté válás egy-egy jogsértő cselekmény kapcsán? Fel a kezet, és akkor megadom a szót, hogyha esetleg van valakinek hozzászólni valója. Ha nincs, akkor mondom én. Ha például tegyük fel, értékeiteket szem előtt hagyjátok, olyan kihívóan viselkedtek, nyakláncaitokat szem előtt hagyjátok, telefonotokat leteszitek a padra, ott hagyjátok felelőtlenül, egymásra, társaitokra nem figyeltek, akkor elég könnyen ezt valaki onnan eltulajdoníthatja, esetleg más jogsértő cselekményt is megvalósíthat. Ha amennyiben valahol szórakozó helyen vagytok, bár még azért elég kicsik vagytok hozzá, nem nagyon javaslom, de későbbiekben majd, hogyha felnőttebbek, nagyobb korúak lesztek, előfordult ugye korotoknál fogva, hogy elmentek szórakozni, vagy együtt, vagy külön barátaitokkal, vagy csak az utcán jártok, keltek. Annak érdekében ne váljatok áldozattával sértetté, szükséges, hogy ne legyetek alkoholos befolyásoltság alatt. Illetőleg, ahogy szoktam mondani, egy cukros bácsitól nem fogadunk el semmit, senkitől semmilyen kábítószert, egyéb bódító hatású szert ne fogadjatok el. Egyrészt azért, mert akár az egyszeri kipróbálás is komoly problémákat okozhat, ugyanis könnyű rászokni, és ez mind pénzbe kerül. Tehát anyagilag is költségbe vágjátok vele magatokat, illetőleg később, hogyha rászoktok ezekre a szerekre, akkor nagyon nehéz róla leállni. Aki esetleg alkoholos befolyásoltság hatása alatt van, vagy egyéb más kábítószer, vagy bódult hatású szer alatt, azzal bármit meg tudnak tenni. Elvertik az értékeit, mert ugye védekezésre képtelen állapotba hozza saját magát, illetőleg bántalmazhatják, kirabolhatják, vagy ami még rosszabb és bárkivel előfordult, meg is erőszakolhatják. Vannak olyan emberek, ugye, akik úgy próbálnak jövedelemhez jutni, hogy különböző ilyen hatású szereket árusítanak. Úgyhogy ezért felhívom figyelmeteket, hogy senkitől semmilyen ilyen szert nem fogadjatok el. Varga Csaba felhívta a figyelmet arra, hogy vannak szabálysértések és különböző bűncselekmények is. Előfordultam már veletek olyan, hogy például a játék vagy egy vita hevében, miközben az utcán játszottatok, vagy az iskolátokba, vagy gondatlanul, vagy szándékosan meglöktétek egymást, és ennek folyamán, vagy akár tegyük fel, berekedtetek, ennek folyamán sérülésetek keletkezett. Eltört a kezetek, eltört az orrotok, vagy egyéb zúzódásotok keletkezett. Előfordult már ilyen? Gondolom már mindenkivel, ugye? Jó. Tudjátok, hogy ez minek minősül, hogyha bárkit szándékosan, vagy gondatlanul bántalmaztok, vagy sérülést okoztok neki? Hát bűncselekménynek az biztos, de azon kívül
Ki tudja megmondani? Testi sértésnek, igen. A testi sértést két külön csoportba szoktuk sorolni. Van egyszer ugye a könnyű testi sértés, ami azt jelenti, hogy 8 napon belül sérülése keletkezik az illetőnek. Ezt általában ugye, amikor a sérülésetekkel elfáradtak a házi orvoshoz, vagy egyéb rendelőintézetbe, ott egy látleletet adnak ki arról, hogy neked milyen sérülésed keletkezett, és minek a kapcsán keletkezett a sérülésed. A könnyű testi sértésnél azt írja elő a jogszabály, hogy ez magánindítványra büntetendő. A magánindítvány az azt jelenti, hogy a bántalmazást elszenvedett személynek, vagy akinek a sérülése keletkezett, ő dönti el, hogy azzal szemben, aki neki a sérülését okozta, vagy őt megverte, kívánja a rendőrségi eljárás lefolytatását. Amennyiben nem, akkor viszont előfordulhat, hogy az a személy a későbbiek során is ugyanúgy bántalmazni, ugyanúgy lögdösni fogja őt, ugyanúgy sérelmére bűncselekményt, vagy egyéb jogsértő cselekményt fog elkövetni. Amennyiben 8 napon túli sérülésektek keletkezett, úgy nem szükséges hozzá magaindítvány, és hiába mondjátok azt, hogy én nem szeretném az eljárás lefolytatását azzal a személlyel, vagy gyerekkel, vagy bárkivel szemben, aki nekem a sérülésemet okozta, mert ilyen esetekben a rendőrség hivatalból megindítja az eljárást, és le is fogja ám folytatni. Szó esett a rablás fogalmáról is. Az minek minősül szerintetek, hogy hallottam már valaki olyan jogsértő cselekményről, tegyük fel valakinek a idős mamája, vagy hozzátartozója, a maga kis kézi táskájával sétál nyugodtan haza a járdán, egy jó képességű bűnöző alkat, odarohan hozzá, letépi róla a táskát, akár bántalmazza, akár meg is fenyegeti, és elszalad az a táskával. Egyrészt megvalósul egy lopás, de fenyegetést, bántalmazást, erőszakot alkalmaz vele. Hát bűncselekmény minden, amiről most éppen beszélgetünk. És olyanról hallottatok, már segítek egy kicsit, hogy valaki bemegy, tegyük fel egy pénzintézetbe, takarék szövetkezetbe, bárhova, rablás és fegyverre vagy annak látszó tárggyal erőszakot, fenyegetést alkalmaz annak érdekében, tegyük fel pénzt vagy életet, ezzel a felszólítással vagy címszóval, és elveszi az ott lévő értékeket. De hát nem csak a pénzintézetek kirablása számít rablásnak, hanem hogyha bárkivel szemben erőszakot, bántalmazást vagy fenyegetést alkalmazunk annak érdekében, hogy a nála lévő értékeit elvegyük tőle, az ugyancsak rablásnak minősül. És ez egy olyan eset például, amikor már 12 éves kortól is vizsgálják azt, hogy most büntethető vagy nem. A főtörzsőrmester utalt arra is, hogy a rendőr hivatalos személynek minősül, a tanár pedig közfeladatot ellátó személy. Aki az ilyen személyeket, például a rendőrt jogszerű eljárásában, intézkedése során fenyegeti, intézkedésében akadályozza, bántalmazza, vagy testi épségére tör, vagy életére tör, az hivatalos személy elleni erőszakot követel. Ugyancsak, hogyha tanáraitokat megfenyegetitek, hogy be nem erdíni az egyes, mert akkor megvellek, az már közfeladatot ellátó személynek minősül, és nagyon szigorúan veszi a törvény. Már csak azért is, mert korábban ugye több médiában is mutatták, a tévében is, illetve újságok is, Bani szó volt róla, hogy diákok megfenyegették a tanárt, hogy akár bántalmazták is. Elsősorban tartsátok figyelembe, hogy a tanáraitok, pedagógusaitok, illetőleg felnőtt személyek, vagy legyen akár hivatalos személy, vagy bármilyen más személy, azért vannak, hogy ti rátok vigyázzanak, elsőlegesen a tanárok ugye okítsanak titeket, hogy egy kis tudást tömörítsenek a kis agyacskátokba, illetőleg a többi olyan személy is, aki értetek van annak érdekében, hogy odafigyeljen rátok, vigyázzon a testépségetekre, életetekre, vagyontárgyaitokra, stb. Illetőleg például a rendőrség is, hogy a rendet fenntartsa. Jó? Az ilyeneket oda kell figyelni, tanáraitokkal tiszteletudóan kell bánni, egymás között tiszteletudóan kell viselkedni, nem verekszünk, nem bántalmazunk senkit, semmilyen jogsértő cselekményt, amiket itt felsorolok, nem követtek el sérelmükre. Rendben van? Az iskolarendőr az internet veszélyeire is figyelmeztetett, akár az adatok, a képek felvitele, vagy az ismerkedés tekintetében. Ha már egymás társaságát keresitek, akkor azt ne az interneten tegyétek. Napi szinten találkoztok egymással, gondolom már annyira elterjedt, hogy mindenkinek van mobiltelefonja, mindenki el tudja érni a másik szemét, barátját, társát egymás között, és a szerelmet még ettek egy elsősorban, gyerekkorban nem az interneten kell keresni. Az már a 40 év fölötti korosztálynak a végső stádiuma az én megítélésem szerint, aki még lehet, hogy az élete párját nem találta meg, és azért folyamodik hozzá. De viszont az interneten keresztül bármilyen adattal visszaérhetnek. Ugyanakkor, hogyha illegálisan töltötök le bármit az internetről, és az engedélyhez köteles, hogy azt ti megszerezzétek, az ugyancsak jogsértő cselekménynek minősül. Rendben van? Varga Csaba 5 településen, Kartalon, Aszódon, Bagon, Hévízgyörkön és Galgahívízen látja el az iskola rendőri feladatokat.